Ünnepre készülhetett a börgöndi repülőtér apraja nagy javasárnap. A hagyományos találkozón a repülős történetének múltját és jelenét is megismerhették a látogatók. Mondhatjuk, hogy Börgönd repülőtér, hiszen az új törvényi besorolás szerint valóban megkapta ezt a minősítést, és egy teljesen más pályaszerkezetet alakítottunk ki, ami rengeteg munkával járt az év elején, melynek során most egy ideérkező gép valóban egy repülőteret hívhat meg a repülőrádión. Víza Attila önkormányzati képviselőként kettős minőségében jelent meg, hiszen az Albatrosz Repülőegyesület tagjaként napról napra résztvevője a székesfehérvári repülés jelenkori történetének. Kis szabadság, nagy szabadság, kinek mi tetszik, ki lehet próbálni a repülést. Igazából ez nekünk ez a repülés ünnepe, amikor ennyi civil ember kijön és megnézi a mi munkánkat, megnézi az Egyesület életét. Amikor majd fellövök, felhők között repülök. Hukancsik Márk még csak elsős, de már is az ég és föld között képzeli el jövőjét, csodapillantokat szerezve mindnyájunknak.